A Csillagászat rendezvény sorozatunknak a vasárnap estéjén. Az elmúlt két este folyamán itt a naprendszerben kalandoztunk, hát az egészen itt van a közelben ahhoz képest, ahová most fogunk utazni, ugyanis most elutazunk egészen az Andromeda galaxisig. Én Zsidi Gabriella vagyok, én leszek a ma estének itt az elején az előadója, aki a Andromeda galaxisról fog mesélni. Sokáig úgy gondolták az Andromeda Galaxisról, hogy hát ugye az 1600-as évek táján fedezték föl, ugyanis 1600-as évek elején alakította ki Galileo-Galilei az első távcsőt, és úgy gondolták, hogy hát távcső ugye kellett ahhoz, hogy egy galaxist megnézzünk, hát azok milyen nagyon messze vannak. Ez azonban nem így van. Az Andromeda Galaxis az egészen fényes, és szabad szemmel is látszódik és találtunk is egy feljegyzést Abd al-Raman al-Sufi, perzsa csillagásztól. Ő egy ilyen csillagkatalógust készített tulajdonképpen, és ennek az egyik oldalán itt fölrajzolta az Androméda csillagképet. Itt mellé raktam egy ilyen kis kivágást az égboltból, hogy vajon mi is micsoda ezen a képen. Tehát itt van három ilyen fényes csillagunk, az itt a három legfényesebb csillaga az Androméda csillagképnek, és itt, ha a középső csillag mentén egy picit elmozdulunk, akkor itt van az Androméda galaxis, hát ezen az ábrán így valamerre, erre felé lehet. Tehát ez, ez, teljes mértékben elképzelhető, hogy akár ezer évvel ezelőtt valóban megfigyelték a, az Androméda galaxist. Hát részleteiben nyilván nem tudták megfigyelni, mert szabad szemünk sajnos annyira nem éles, még akkor is, hogyha távol vagyunk minden fényszennyezéstől. Úgyhogy ugorjunk is egy nagyot a történelemben, ugorjunk el egészen a távcső felfedezéséig. Simon Simon Marius volt az az ember, aki szintén feljegyzéseket készített az Androméda galaxisról, és ő egy ilyen ködösségként írta le, hát ugye itt még 1612-ben járunk, épp hogy csak föltalálták a távcsövet, úgyhogy annyira még nem, nem voltak professzionálisak az eszközök, de már ez is egy ilyen nagy lépés volt ö, afelé, hogy minél több mindent meg tudjunk a bennünket körülfevő univerzumról. És ö, bizonyos emberek neki tulajdonítják az Androméda felfedezését, ö, mert hogy ő akkor itt számos feljegyzést készített ezzel kapcsolatban. Uh, utána ez a francia úriember, Pierre-Louis Mapetus, nem tudom franciául pontosan kiejteni a nevét, sajnos, ő vetette föl uh, a megfigyelése során, ugye itt már egy több mint száz évvel később járunk, tehát azért fejlődtek a távcsövek, fejlődtek a, az optikai uh, elemek, tehát uh, egyre jobb műszereket sikerült készíteni. Uh, ő volt az, aki egyébként fölvetette, hogy hát mi van, ha ez egy másik univerzum? Ugye eddig így a, naprendsz, a belül kalandoztunk, hogy csillagok, naprendszeren belül bolygók, ott is van mindenféle izgalmas dolog, de hát ez olyan nagyon-nagyon-nagyon különlegesnek tűnik ez az Androméda. De ezzel a kortályt azért túl sokat nem foglalkoztak. Charles Messi készített egy katalógust, ilyen mindenféle ködös objektumok ról, ugyanis akkor tájt, amikor ő munkálkodott, akkor a, az üstökösök voltak a slágerobjektumok, objektumok, mindenki üstökösökkel akart foglalkozni, és készített egy katalógust minden olyan objektumról, ami, ami ködösnek tűnik az égbolton, olyan, mintha üstökös lenne, de nem üstökös. Tehát ő ezeket az objektumokat ilyen zavaró tényezőnek tekintette, annak ellenére, hogy zavaró tényezőnek tekintette például az Andromédát, egészen részletes képet készített róla, úgyhogy ennek azért örülünk, hogy, hogy ekkoriból is van ilyen feljegyzésünk az Andromédáról. Innen ered ez az M31 elnevezése, vagy másik neve az Androméda galaxisnak, ugyanis Messier katalógusában összegyűjtötte ezeket az objektumokat, és mostanában manapság is szokás az ő katalógus nevével Hivatkozni ezekre a, az objektumokra. Herschel szintén ö, számos megfigyelést készített, neki már ilyen méretes távcsöve volt, ő már még jobban meg tudta figyelni a dolgokat, és ő például azt figyelte meg az Andromédával kapcsolatban, hogy hát, mintha itt a, a közepetáján, a kis ködösségnek a közepetáján, hogy más színű lenne ö, ez a. Ez a hát akkor még nem tudták, hogy galaxis, ilyen néha emlegették spirálködként is, mert bizonyos emberek már ilyen spirál szerkezetet is véltek fölfedezni a, a távcsövön keresztül, az ugye szabad szemmel nem látszódik, tehát úgy, úgy tűnt neki, mintha egy más színű lenne a, ennek a ködnek a közepe, mint a széle. Ha egy picit tovább haladunk az időben, most egy picit nagyot ugrottunk, de az Andromédának nagy jelentősége volt annak eldöntésében, hogy mekkora az univerzum. Volt egy nagy vita Harlow Shapley és Heber Curtis között 1920-ban, amikor is két nézetet ütköztettek meg. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy a két tudós az egy ilyen ülés szervezett, ez egy ilyen publikus vita volt, mind a ketten előálltak az elméleteikkel, illetve az azokat állátámasztó mindenféle megfigyelésekkel, amivel hát a vita tárgya az volt, hogy mekkora az univerzum. Sépli gondolta azt, hogy hát így a tejútrendszer az maga az egész világegyetem, és hogy az Androméda is a tejútrendszeren belül van. Ezt ö, olyasmi dolgokkal támasztotta alá, illetve egy másik, ö, ö, galak tehát másik galaxisokat is megfigyeltek, vagy hát akkor ködöket, ö, akkori nevezéktan szerint ködöket is megfigyeltek. Ö, például ilyenekkel támasztották alá, hogyha ö, az Androméda az a tejutrendszeren kívül lenne, akkor ilyen 900 millió fényévre kéne lennie, és hát ugyan mi lehet olyan messzire, hát sz, lehetetlenség. Egy másik galaxist is megfigyeltek, annak meg, hát azt úgy számolták, hogy ahogy az, eh, annak a csillagai mozognak, a fénysebességnél gyorsabban kéne mozogniuk a csillagoknak. Ez sem lehetséges. Na ezzel szemben állt eh, Curtis, aki viszont azt állította, hogy az Andromeda galaxis az a tejütrendszeren kívül van egy másik eh, csillagváros, eh, Ezeket nevezték egyébként ilyen sziget univerzumoknak is. Immanuel Kant eh, hivatkozik így körtiszt munkásságára, hogy, hogy ilyen sziget univerzumoknak nevezi ezeket a, ezeket a spirálködöket. És eh, ő viszont azt állította, hogy igenis, az Andromeda az a tejútrendszeren kívül van, az egy másik, eh, másik galaxis. Mind a ketten hoztak mindenféle érveket, annak érdekében, hogy alátámasztják a nézeteiket, és nem sikerült eldönteni. Tehát annyira egyenlő volt a, a két, két, nézetnél, két nézet mellett fölsorakoztatott érvek hogy, hogy nem tudták eldönteni. Kellett még néhány évet várni, amikor is Hubble ö, szintén végzett megfigyeléseket az Androméda galaxisról, és ö, itt, hogyha ránagyítunk itt a Hát itt a középső régiójára, itt mondjuk erre a régióra, van egy ilyen kis felvétel hubble aki felfedezett benne egy csillagot. Először egy nova csillagnak gondolta, aztán ez egy ilyen felfényesedő, a nova az azt jelenti, hogy novának nevezik az én új csillagokat, ilyen új felfényesedő csillagokat, aztán észrevette, hogy ez nem csak egyszer fényesedett föl ez a csillag, hanem, hanem, periódikusan. És felfedezte, hogy ez nem, nem egy nóva csillag, hanem ez egy cefeida, és a cefeidák azok ö, olyan jó kis csillagok, amiket lehet távolság meghatározásra ö, használni, ugyanis ö, akkor tájt a Swan Lewitt nevű hölgy végzett egy elég elég nagy felmérést a Magellán felhők csillagaival kapcsolatban, ott számos cefeida típusú csillagot felfedezett, ezek pulzáló változó csillagok, és azt fedezte föl, hogy ahogy pulzálnak, annak van egy periódusa, és a periódusok és a fényességük között van egy ilyen elég jól meghatározható reláció, és a fényességükből már a távolságukat egy egyszerű összefüggéssel ki lehet számolni. Úgyhogy, mivel Hubble itt észrevette egy cefeidát az Andromeda galaxisban, ugyanezt a relációt tudta használni az Andromeda galaxis távolságának a meghatározására, és hát megállapította, hogy ez 900 ezer van. És így, wú, így megnőtt az univerzum. Az más kérdés, hogy ez a számítás sem volt teljesen helyes, de de hát így azért már, már sikerül, sikerült megállapítani, hogy az Andromeda galaxis is jóval kiebb van, mint amekkora tejútrendszer mérete lenne. Tehát ennek muszáj egy másik, másik csillagrendszernek lennie. És hát ugye Hubble hatására megnőtt az univerzum. A másik Hubble hatására még jobban megnőtt az univerzum. <laughs> Szerencsére van egy ilyen hubble és még mindig munkálkodik. Tehát itt, itt, azért, hogyha ránézünk erre a képre, ez a Hubble Deep Field kép, én nagyon hosszú expozíciós és itt előtűn tűnik, hogy sok-sok galaxis van az univerzumban, tehát itt nem csak, a, nem csak az Andromédáról van szó, hanem tényleg rengeteg galaxis, megszámolhatatlan galaxis van az univerzumban. De hát ennyire ne ugorjunk előre, vagy ne, ne ugorjunk távolra, ö, jöjjünk vissza a legközelebbi galaxishoz, az Andromédához, ami csak két és fél millió fényévre van. Itt van a szomszédban, ki szeretne jövő hétvégén elutazni oda, <laughs> szívesen megnézném, de ez itt csak illusztrációt jelöli, ez se, se nem méretarányos, se nem távolságarányos, de hát itt, itt ez lenne a mi otthonunk a tejútrendszer, ez pedig a, a Andromeda galaxis, ami két és fél millió fényére van, és az átmérője az nagyjából olyan 220 ezer fényév a jelenlegi mérések szerint. De ugye mondtam, hogy ez szabad szemmel is látszik. Szabad szemmel azért, szabad szemmel nem így látszik. <laughs> szabad szemmel valami ilyesmit látunk, egy ilyen kis ködösséget. Egészen találó ez, a, ez, a, ez, az elnevezés, ahogy, ahogy hivatkoztak rá itt az 1600-as években, illetve még korábban is, hogy egy ilyen ködös, ködös valami. Ö, szabad szemmel így a galaxis középpontja uralja a látványt, a galaxis magja az, ami a legfényesebb, és az, amit a, mi az emberi szemmel látunk. De hogyha képesek lennénk a külső szerkezetét is, a korongot, a spirálkarokat is látni, akkor valójában ekkorának látnánk. Azért ez elég menő Tehát ez, ez itt jó, egy pici mahinálás van benne, tehát így ugye nem látjuk, de ekkorának látnánk. Tehát nagyobb, mint a telehold, többször akkora, mint a telehold a, az égbolton. Öm, vagy itt van egy másik összehasonlítás, hogyha kiraknánk egymást. Tehát ez a Földről a, a két égítésnek a látszó átmérője. Ö, olyan szempontból valóságos, hogy tényleg többször akkora az Andromeda-galaxisnak az átmérője, ö, mint a holnak az átmérője. Ezért például sokszor bajban vannak a, a csillagászok ilyen távcsöves bemutatókor, hogy túl nagy ez a galaxis, nem fér bele a távcsőbe. Hogy mutassuk meg? Hogy nézzük meg? De azért meg lehet oldani. Például az egyik kollégánk, Steinman Wilmos készített egy ilyen astrofotót egy ilyen kis távcsővel, ez itt hát a Andromeda galaxis középpontját mutatja, de itt azért valamennyire már a, a külső régiók is belelúgnak a képbe. Szintén azért nem pont így látnánk a saját szemünkkel, tekintve, hogy ez egy hosszú, hosszú záridus felvétel, illetve ha jól tudom több felvételt össze-mozaikolt, és, és úgy készült el ez a ez a kép, de, de, tehát kis távcsővel is már azért elég sok részlet előtűnik. Illetve egy másik dolog, amit föltűnik, hogy eddig itt a, egész képet az Androméda uralta, de azért vannak itt másféle foltok is. Például vannak az Andromédának kísérő galaxisai, ilyen az M110, illetve az M32. Ezek ott, ott vannak az Androméda közelében, így mindenféle felvételeken is előtűnnek. Ö, hogyha így egy picit ránézünk a Andromeda galaxisra, akkor egészen, ö, egészen ismerős lehet a szerkezete, egészen hasonlít a tejútrendszernek a szerkezetére. Annak is itt középen van egy ilyen ö, központi fényes tudor része, vannak ilyen, ilyen spirálkarok itt körülötte, és ilyen elliptikus ö, Alakja van, legalábbis milyen mi szögből látunk rá. Tehát nézzük meg, hogy hol, hol, mi van ebben az Androméda galaxisban. Zoomoljunk bele kicsit a közepébe. Ugye ez most az a része, a központi Dudor része itt a, a galaxisnak, ami a szabad szemes Megfigyeléseket is uralja. Tehát igazából, hogyha szabad szemmel ránéznénk az Andromeda galaxisra, nyilván nem Budapest belvárosáról, de valami kicsit kevésbé fényszennyezettebb ö, helyről, akkor, akkor amit látunk fény, az így innen jön ebből a központi régióból. Ott a sok-sok csillagnak a fénye az így összeolvad. De, hogyha erről készítünk egy ilyen felvételt, a Hubble űrtávcsővel, ugye megint, ha munkáságát használjuk, akkor föltűnik, hogy mintha ilyen dupla magja lenne. Ez olyan furcsa, hogy galaxisoknak nem szokott ilyen dupla magja lenni, ráadásul nem is pont a centrumban vannak, hanem egy kicsit így eltolódva. Na ez így mit, ö, mi, mi okozhatja ezt. Ö, ráadásul olyan furcsán helyezkednek el, hogy, hogy itt van egy ilyen fényeset, van egy ilyen halványabb rész, és valamerre ott a halványabb környékén találták, hogy ott, ott lehet a, a Andromeda galaxis középpontjában lakó fekete lyuk, ami a jelenlegi mérések szerint olyan 1, másfél kétszer 18 tehát ilyen néhány százmillió millió nap tömeg, tömegű fekete lyuk ott lakik középen, és akkor így ez, ez, ez így mégis micsoda. Először azt gondolták, hogy az egyik ilyen része ennek a, ennek a dupla magnak, az onnan eredhet, hogy az Andromeda ütközött valami másik galaxissal, és a galaxisnak a külseje az az mindenfelé szét szaladt, vagy hát így be, bekebelezte tulajdonképpen az Andromeda galaxis, de a másik galaxisnak a középpontja az úgy egyben tudott maradni, és az itt megragadt középen. Azóta már rájöttek, hogy ez nem, a, nem ez a helyes megoldás, hanem valójában igazából ott van középen valahol a központi fekete lyuk, és amit itt látunk ilyen, ilyen e, dupla magként, az tulajdonképpen egy ilyen kicsit illúzió, optikai illúzió. Itt tulajdonképpen ilyen ellipszis, elnyúlt ellipszis pályán e, keringenek a központi mag körül ilyen öreg, pirosas színű e, csillagok, öröses színű csillagok, és így a rálátás szög miatt látszik úgy, hogy mintha itt lenne egy ilyen csoportosulás, meg ott lenne egy csoportosulás. De valójában ezek ott keringenek a központi feketejük körül. Még egy érdekes dolog, amit észrevettek a, a Andromeda magjával kapcsolatban, hogy itt a magban ilyen öreg, pirosas színű csillagok ö, csillagokat várnánk, hogy azok ö, azok laknak ott középen. Viszont itt a képen előtűnnek ilyen kék pontocskák. És ö, vakarták is a fejüket a, a tudósok, hogy na most az így hogy lehet, ez olyan, mintha ilyen nyugdíjas klubban előtűnnének ott a kis óvodások ezt azért így nem nem, 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 szeretnénk, vagy hát ilyen furcsa, furcsa hatást kelt. És az sem tűnt egy ilyen reális magyarázatnak, hogy ennyi sok fiatal csillag oda bevándorolt középre. Ö, azt találták, hogy ez valójában, ezek valójában, ezek a kék csillagok, ezek ilyen napszerű csillagoknak a magjai, a forró magjai. Ö, ez nem egy ilyen Különleges elképzelés, hogy hogy a csillagok levetik a külső burkukat. A csillagok a fejlődésük során elérnek egyszer egy olyan pontra, amikor a külső burkukat levetik. Viszont a furcsa ezekkel a csillagokkal kapcsolatban, hogy túl nagy ö, tömeget vesztettek, ahhoz képest, mint amit, mint amit várnánk az ilyen csillagoktól. De úgy gondolják, hogy ez valószínűleg onnan eredhet, hogy itt azért elég sűrűn helyezkednek el a, a Mindenféle csillagok, ugye a központi feketejük is ott van, annyira nem messze. Úgyhogy való, valószínűleg így e, ezek a, vagy hát az egyik szenárió az az, hogy ezek a e, hatások járultak hozzá, hogy ezek ilyen nagy tömegvesztést e, szenvedtek el. Illetve egy másik elképzelés az az, e, vagy hát e, ennek az elképzelésnek még a része, hogy valószínűleg ezek a csillagok nem főként, e, vagy nem nem akkora részben állnak hidrogénből és héliumból, mint mondjuk a többi ilyen naptípusú csillag, hanem ezekben a csillagokban több nehezebb kémiai elem is előfordulhat, és akkor ezáltal nagyobb, nagyobb tömeget tudnak veszteni. A másik elképzelés pedig az, hogy ezek a csillagok, ezek kettős rendszerekben fordulnak elő, és a kísérő csillag az, ami tulajdonképpen hozzájárult ehhez a folyamathoz, hogy ezek a csillagok ilyen nagy tömeget veszítsenek. Ez sem lenne egy ö, nagy, túlságosan meglepő szenárió, ugyanis a csillagok gyakran előfordulnak e, párban, tehát kettős rendszerekben, vagy akár hármas, négyes rendszerekben is. E, néha a nál ez ilyen fejvakarást okoz, hogy jaj, nekem itt van négy csillag egy rendszerben, túl sok ezzel, mit kezdjek. De, de tehát ez nem lenne meglepő, hogy, hogy akkor e, itt kettős csillagok fordulnak elő a magban. Még egy dolog, amit itt a Andromeda galaxis közepében észrevettek, röngem felvételeket készítettek, és számos fekete lyukat találtak. Viszont ezek nem akkora hatalmas fekete lyukak, mint mondjuk központi fekete lyuk, ezek ilyen csillagtömegű fekete lyukak. És hát már korábban is, korábban egy olyan kilenc fekete lyukat tartottak számon itt a központi régióban, és ennek a röngen felmérésnek köszönhetően további 27-et találtak, és ezek itt egészen közel keringenek a, a központi régióhoz. Úgyhogy vannak ott csillagok, vannak ott ilyen csillag magok, vagy hát ilyen forró kék csillagok, vannak ott fekete lyukak, minden van ott, amit, amit csak szeretnénk. Ö illetve a fekete lyukakkal kapcsolatban még azt gondolják, hogy ebből a jelenleg azt hiszem úgy, úgy gondolják, hogy ott 35 fekete lyuk kószálhat az Andromeda galaxis közepében, ilyen mindenféle pályákon ott keringenek, Öhm, ez több fekete lyuk, mint ami, mint ami mondjuk a, a tejútrendszer magjában, abban a régióban kering, de ez nem meglepő, ugyanis az Andromeda galaxis az nagyobb, mint a, nagyobb, mint a tejútrendszer. De azt gondolják, hogy ezek közül néhány egyébként gömbhalmazokkal lehet kapcsolatban, ugyanis az Andromeda galaxisban gömbhalmazok is előfordulnak, tehát igazából ilyen több szintes struktúrája van, egy ilyen galaxisnak. Van ugye a nagy galaxis, és azon belül Különböző ilyen struktúrákba rendeződhetnek a csillagok, egyrészt kialakulnak a spirálkarok, amikről majd mindjárt fogok picit többet is beszélni, de másrészt például ilyen halmazokba is rendeződhetnek. Például a gömbhalmazok azok olyan objektumok, ahol több százezer csillag rendeződik el, ilyen gömbszerű formát alkotva, Meglepő módon innen ered a gömbhalmaz elnevezés. Csillagászok nem mindig kreatívak elnevezés terén, de legalább e, így az intuíciónkra hallgathatunk, hogy ha valami ha valamilyen nevet hallunk, akkor az, az egészen leíró azzal kapcsolatban, hogy mit is akar az objektum. És, e, és azt találták, hogy hogy például az Andromeda galaxisban e, is számos, jelenleg azt hiszem 460 gömbhalmazt tartanak számon. Ez itt például a G1-es jelű gömbhalmaz, mert nagyjából 300 ezer csillagot tartalmaz. És ha már itt a halmazoknál tartunk, nem csak gömbhalmazok, hanem nyílt halmazok is előfordulnak. A nyílt halmazok viszont picit máshol. A gömbhalmazok azok inkább a központi régióban, ott a központi dudor környékén fordulnak elő, illetve az egész galaxis körbeveszi egy ilyen hatalmas haló, eh, amiről igazából pontosan nem is tudják, hogy, hogy mekkora. Eh, egyre újabb és újabb mérések azt mondják, hogy egyre nagyobb és egyre bonyolultabb a struktúrája, úgyhogy, eh, úgyhogy igazából így az egész eh, galaxison, galaxis körül is keringhetnek ezek a gömbhalmazok. Ugye a, a galaktikus halónak a megfigyelését az azt ne, eh, az, 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 az nehezíti, hogy, hogy, nagyon halvány csillagok alkotják, és nagyon kevés csillag van ott. Innentől kezdve, ugye már a legközelebbi ilyen galaxis is két és fél millió fényévre van, innentől kezdve nagyon nehéz megfigyelni azt a régiót. Viszont, amit kicsit könnyebb megfigyelni, azok a, hát ez a korong, illetve ezek a spirálkarok, ahol például a nyílt halmazok is előfordulnak. A nyílt halmazok azok pedig olyan ilyen csillagtársulások, ahol csak néhány tucat csillag fordul elő. Ezek fiatal csillagok, épp hogy csak kialakultak, és azért rendeződnek -e ilyen halmazban, mert valószínűleg ezek egy ilyen szülőfelhőből alakultak ki, és tulajdonképpen egymás keletkezését így, így indukálták azáltal, hogy elkezdődött egy csillag keletkezés, az ott mindenféle zavarokat okozott ebbe a csillagközi molekula felhőben, és akkor így még több, még több csillag kialakult. Egy ilyen nyílt halmazban általában néhány, néhány tíz vagy néhány tucat csillag fordulhat elő, és ezek egyébként, ahogy aztán fejlődnek a, a évmilliók során, mert hogy azért galaxisok, vagy csillagok és galaxisok esetében ilyen, ilyesmi időskálákról beszélünk, ezek is szépen elvándorolnak egymás mellől, tehát ez eleinte egy ilyen kis gravitációsan kötött rendszert alkotnak, aztán szépen elvándorolnak egymás mellől. De több ilyen e, nyílt am, észrevettek egyébként a... a Androméda galaxisban is. Tehát nem csak a saját Galaxisunkban, a tejútrendszerben tartunk számon nyílt halmazokat, hanem idegen galaxisokban is. És akkor már itt picit átkezdtem evezni a spirálkarokra. Nem fogjuk így látni soha a spirálkarokat a saját szemünkkel. Az a helyzet, hogy a spirálkarok azok nagyon halványak az emberi szem számára, illetve arra, annak a tartománynak a számára, ahol az emberi szem is érzékeny, ugye ez az optikai tartomány. Ez a teljes elektromágneses spektrumnak csak egy picike szelete. Hogyha akkor a hatalmas szemünk lenne, ami az infravörös tartományban lenne érzékeny, akkor láthatnánk ilyen gyönyörű spirál szerkezeteket, cserébelig mókásan néznénk ilyen ekkora fejjel és ekkora hatalmas szemekkel. <laughs> De hát van nekünk távcsövünk, ami helyettesíti a szemünket. Például ez a kép készült legelőször, vagy hát nem legelőször, de itt a, a itt a dián föltüntetett képek közül a legelőször, az Androméda galaxisnak a, a hát karjairól, infravörös tartományban, ez az Infrared Space Observatorynak a, a mérés, ez talán 1998-ban készült, és itt azért előtűnik, hogy itt ilyen, ilyen, gyűrű, tehát annyira nem is ilyen spirálkarok tűnnek elő, hanem, hanem ilyen gyűrűszerű valami. Ugye amiatt, hogy ilyen furcsa, tehát nem, nem lapjáról látunk rá a galaxisra, hanem ö, valamilyen szög alatt, ezért azért elég nehéz eldönteni, hogy, pontosan milyen alakzatokat is látunk, ugye a rálátás szöge miatt, de például itt próbáltak egy ilyet, hogy, hogy a mérés alapján, ugye ezt látjuk optikai tartományban, látszik, hogy itt elég halovány ez a, ez a korong, hogyha infravörös tartományban nézünk rá, ez távoli infravörös tartomány, akkor már előtűnik a korong és a gyűrű, és ezt próbálták ennek egy ilyen projekcióját leképezni, hogy akkor tulajdonképpen így elforgatták a képet, hogy jól van, akkor most már nem ilyen szög alatt nézünk rá, hanem jól van, akkor fordítsuk be, mintha lapjáról néznénk rá. És akkor én gyűrűszerű valami tűnik elő, és az nehéz is eldönteni, hogy most egy gyűrű van itt, vagy két gyűrű, vagy ilyen két fél kar, vagy micsoda. Úgyhogy azért ö, más megfigyeléseket is. Itt azért nem maradt a 20 évvel ezelőtt a Andromeda korongjának a megfigyelése és az infravörös tartománybeli méréseknek a készítése. Például a Spitzer űrteleszkóp is készített megfigyelést az Andromédáról. Ezen már egészen kirajzolódik, hogy ilyen gyűrűszerű valami van, de mintha itt ellen deformálva. És Krezi így a kutatókat, hogy Há, valami le sem van. Valami történt ezzel az Androméda galaxissel így a történelem során, történelem alatt ilyen évmilliárdokat értek, e, amiatt megzavarta a, a dolgokat, mert hogy igazából ez az egész kép, ez úgy néz ki, mint amikor mondjuk egy tóba beledobunk egy e, kavicsot, és az így fodrozódni kezd. És már itt fölmerültek az ötletek, hogy ott pár e, képpel ezelőtt mutattam, hogy vannak az Andromédának kísérő galaxisai. Mi van, ha összeütközött valamelyikkel, és az így megzavarta a dolgokat? Erre mindjárt visszatérünk, hogy vajon ezzel mi a helyzet, de azért még itt elmesélem, hogy, hogy e, itt hogyha, egyrészt itt megint összehasonlításkép, itt van a látható tartománybeli ki. itt meg egy olyan kompozit képet készítettek, ahol három különböző infravörös sávban végzett méréseket raktak egymásra, és tulajdonképpen a különböző színek, azok a különböző hőmérsékletű régióknak felelnek meg, mert a legforróbb régiók azok a 24 mikrométeres tartományban sugároznak a legfényesebben, míg a hidegebb régiók, vagy a, hát a leghidegebb régiók, amik, amik infravörösben láthatók, azok inkább a 160 mikrométeren és itt ilyen színeket is társítottak hozzá, tehát a legforróbb régiók azok a kékes színűek, a közepesen meleg régiók azok, a, azok zöldes színűek, és a leghidegebb régiók azok a pirosas színűek. Tehát azért látszódik, hogy, hogy itt e, ilyen forró, forró régiók, ilyen kis gyöngyszerűen fűződnek föl a hidegebb, ködösebb részre. És amit tulajdonképpen kirajzolódik, az nem más, mint a, mint a csillagkeletkezésnek a folyamata, ami a spirálkarokban zajlik. Mert amit itt az infravörös tartományban látunk, az tulajdonképpen ez a hideg, hideg, poros gázos régió, és abban beágyazódva ott elkezdenek kialakulni a csillagok. És azok a csillagok aztán így tulajdonképpen fel tudják fűteni a környezetüket, ott a az ott jelenlévő hidrogéngázt azt ionizálni is tudják, és akkor ilyen ionizált hidrogén régiók, ilyen hidrogén felhők is létrejöhetnek. És tulajdonképpen ezeknek a nyomait látjuk itt. Ümm... illetve itt van, csak hogy nem álltunk meg azért a Spitzer teleszkópnál sem, a Herschel távcső az meg elkészítette az eddigi legrészletesebb uh, felvételt infravörös tartományban, a az Andromeda galaxisról, akkor így gyönyörűen kirajzolódik ez a, ez a fényes gyűrű, néha ilyen tűzgyűrűnek, vagy tűzgyűrűjének is szokták nevezni, legalábbis angol, eh, angol szövegekben. Eh, meg tudom érteni, honnan jön ez az elnevezés. Na de akkor ugye meséltem, hogy kicsit így el van deformálódva ez a gyűrű, akkor, vagy hát az Andromeda galaxis. Akkor ennek mi is lehet az oka? Eh, még mielőtt erre rátérek, itt egy ilyen kompozit képet megmutatok a, a galaxisról, ahol az optikai, infravörös, illetve röntgen méréseket így egymásra pakolták, és, és, így azért mindenféle régiója kirajzolódik a galaxisnak. Vannak csillagok, vannak poros spirálkarok, van központi fényes régiók, úgyhogy minden, amit szeretnénk. No, de akkor mi is történt? a feltételezések szerint valóban megtörtént ez a galaxis ütközés, mégpedig, hát két milliárd évvel ezelőtt feltételezhetően. Az M32 galaxis itt azért van egy M32P-vel jelölve, mert hogy azt, azt hivatott ez a jelölés itt, itt jelenteni, hogy ez az M32 galaxisnak a progenitora, tehát így az ütközés előtti formáját jelöli. E, valamilyen távolságban volt ez a gép, két galaxis egymástól, elkezdtek közeledni egymáshoz az idő előre haladtával. Egy adott ponton e, annyira közel kerültek egymáshoz, hogy gravitációs kölcsönhatásba kerültek egymással, és így tulajdonképpen az m 32 így átsuhant az Andromeda galaxison, és ekközben e, ugye a két galaxis az elemei, mindenféle euh, részei, azok kölcsönhatásba kerültek egymással, és ez okozhatja azt a, azt a picit ilyen deformált alakot, amit, amit látunk. És hát jelenleg pedig ott csücsül az Androméda galaxis peremén, legalábbis a mi szemszögünkből, ez az M32 galaxis. Onnan is gondolják, hogy ez, ez egy ilyen reális szenárió, hogy ennek az M32-nek olyan nagyon furcsa alakja van, illetve olyan gyanúsan, sűrű, gyanúsan kompakt az egész, egész ö, galaxis, és, és úgy gondolják, hogy az ütközés során akkor elveszíthetett ö, anyagot, és akkor ez itt már tulajdonképpen a galaxisnak tulajdonképpen így a magja, amit itt látunk. Na de ha történt a múltban ilyen ütközés, történhet -e a jövőben? Történhet hát. Feltételezik, hogy jelenlegi mérések azt mutatják, hogy az Androméda és a Tejútrendszer ütközni fog. Nem kell menekülni sehová, ez nem holnap után fog bekövetkezni. Ez valószínűleg néhány milliárd év során év múlva fog bekövetkezni. Az Androméda galaxis az közeledik hozzánk, és, és hát egy adott ponton össze fog ütközni a két galaxis. Itt hoztam egy ilyen kis animációt, ami ezt az ütközést szemlélteti. Itt van a mi galaxisunk. Tejút szépen pörög az idő, néhány, néhány milliárd évnál, évnél tartunk. Mindjárt itt megjelenik a Andromeda köd. A Triangulum galaxis az szintén egy közelben lévő, relatíve nagy galaxis, ami vagy részt vesz ebben az ütközésben, vagy nem. Itt közben a perspektíva is kicsit változik, azért nyúlt meg így a Andromédának az alakja, de mindjárt elérkezünk arra a pontra, amikor egészen közel kerül egymáshoz a két galaxis, így elsuhannak egymás mellett. Ha már kellően közel vannak egymáshoz, akkor ugye gravitációs kölcsönhatásba is kerülnek, és szépen összeolvadnak. Na hát azért ez nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen úristen nagy badogum, és minden, össz, minden föl fog robbanni. a, például, tehát nem fog például minden csillag összeütközni, meg minden bolygó összeütközni, meg minden összeütközni mindennel, ugyanis az a helyzet, hogy elég távol helyezkednek el egymástól egy galaxison belül a csillagok, és ezek így elfognak fognak suhanni egymás mellett. Tehát mondjuk Ilyen, szem, ilyen szempontból eh, nem kell azon aggódni, hogy Úristen a föld meg fog semmisülni meg a naprendszer. Az már más kérdés, hogy mire elérünk arra a pontra, hogy. Eh, hogy összeütközön a két galaxis, addigra a Föld már nem lesz itt, mert a nap az vörös óriása fejlődik, és be fogja kebelezni a Földet. Ez mellékes, tehát az emberek a Földön már biztos nem lesznek itt, de hogyha valahová máshová elutaznánk, és néhány milliárd év múlva még lennének emberek, akkor azon nem kéne aggódni, hogy mondjuk jön szembe egy csillag és elüt minket. Nem a csillagok fognak ütközni, vagy amit itt az animáción is láttunk, ez a kölcsönhatás, ez valójában a két galaxisnak ez a gázból porból álló ö, régiója az, ami így keveredik tulajdonképpen. És ö, és előfordulhatnak egyébként akár ilyen csillagütközések is vagy ilyesmik, de de tulajdonképpen ez a gáz meg portáltalom, ami egymással keveredik. Ö, a két galaxis közepén lévő fekete lyuk, azok valószínű, fekete lyukak, azok össze fognak valószínűleg olvadni. Ö, és a körülöttük lévő anyag az pedig elveszíti ezt a spirálos, spirálgalaxis alakot, és egy elliptikus galaxissá fog alakulni. És itt van ilyen művészi elképzelés, hogy hogyan néz neki a Földről, hogyha, hogyha ez megtörténne. Ugye jelenleg, amit itt látunk, ez a tejút. Itt közeledik az Androméda. Azért elég menő lenne így látni az Andromédát egyre közeledik, itt még álmodoznak a csillagászok, hogy jaj, de szép és közeledik, na itt már elkezd összeolvadni a két csillag, így tulajdonképpen mintha egy egymásba akadna a, a két galaxisnak a mindenféle spirálkarja, de mondom, itt nem, nem történnek ilyen nagy robbanások, nagy ütközések, hanem hanem tulajdonképpen a gáz fog keveredni egymással, és ez egyébként az, hogy a két galaxisnak a gáz és póttartalma az egymással keveredik, az azt fogja okozni, hogy még több csillag fog keletkezni. Tehát az ilyen, ilyen régiókban, ahol összesűrűsödik majd az anyag, ott újabb csillagok fognak keletkezni. És aztán itt még, még jobban keveredik, még jobban keveredik, és akkor végül ilyen lenne az egünk, hogyha megérnénk ezt a, ezt a két galaxisnak az összeolvadását. Nagyon szép látvány lenne ez az egész. Egyik probléma az, hogy ez azért egy ilyen néhány milliárd éves folyamat, tehát azért a csillagászatban nem így, így csettintésre történnek a dolgok, illetve, hát nem is tudom, szerintem a csillagászok fognák a fejüket, hogy nem látik semmi az éjszakai égen, úgyhogy nem tudunk, nem tudunk csillagászkodni, úgyhogy ná, nem biztos, hogy annyira örülnénk egy ilyen, egy ilyen égboltnak. Ugye itt emlegettem másik galaxisokat, itt van a Tejútrendszer, itt van az Androméda. És nem csak ezek a galaxisok vannak itt a, a környezetünkben, hanem egy ilyen lokális csoportnak nevezik itt a környezetünket. És ott egyébként van számos másik galaxis is. A, ennek a régiónak, ennek a lokális csoportnak a három legnagyobb galaxisa az az Androméda, a tejútrendszer és ez a triangulum galaxis, ami az előbbi animáción is látszódott. Egyébként feltételezik, vagy hát vannak ilyen elképzelések, eh, amik azt mondják, hogy ha az Androméda és az M32 ütközött, akkor az ütközés előtt az M32 lehetett a harmadik legnagyobb eh, galaxis itt ebben a lokális csoportban. És hát most így a teljesség igénye nélkül csak néhány ilyen galaxis megmutatnék, hogy azért vannak másfajta galaxisok is, nem csak olyan, mint a tejútrendszer, nem csak olyan, mint az Androméda. Például itt az emlegetett Triangulum galaxis, ami picit kisebb, a, vagy ha nem kicsit azért kisebb, mint, a, mint, az Androméda, kisebb, mint a tejútrendszer szintén, de ez is egy ilyen spirál galaxis. Itt azért kicsit halványabban rajzolódnak ki ezek a spirálkarok, itt a központi régióban egy hasonló ilyen fényes dudort vélhetünk felfedezni, illetve például ebben is vannak ilyen csillagkeletkezési régiók, mint például ez az NGC-604. Azért az szerintem ilyen elég elképesztő, hogy lefényképeztünk egy csillagkeletkezési régiót egy, egy 2,7 millió fényévre lévő galaxisban, hogy ilyenekre is képesek vagyunk. De például itt található a Barnard Galaxis, vagy kicsit prózaibb nevén az NGC 6822. Ez egy ilyen irreguláris galaxis, azért, mert irreguláris az alakja, és ebben is ilyen, ez egy ilyen ionizált hidrogén ö, régió, ami ö, tulajdonképpen ebben is itt keletkeznek a, a, csillagok. Ez egy ilyen 200 fényév átmérőjű, méretes, ö, méretes ilyen felhő ahol egyébként több, sok-sok csillagot keletkezik, éppen születik. Vagy például itt van egy ilyen másik irreguláris galaxis, az IC10, vagy egy ö, galaxis, amit hát ilyen Kérdőjellel írtam ide, hogy spirálgalaxis, mert hogy ö, erről is ilyen furcsa szögben látunk rá, ez az NGC 3109, ami hát ilyen kis ellipsoid alakú, akár spirálkarokat is jöjhetünk benne felfedezni. Ümm, illetve két szintén ilyen ümm, törpe galaxis, amit a Földről is egyébként láthatunk, sajnos Magyarországról nem, de a déli féltekéről látható a kis felhő és a nagy az a tejútrendszernek a kísérő galaxisa. És ezek ilyen irreguláris alakú törpegalaxisok, amik, amik nagyon jól megfigyelhetőek, már ha valaki a déli féltek téved. És ha már kísérő galaxisoknál tartunk, akkor nézzük meg egy picit közelebbről a Andromeda kísérő az egyik az M32, ugye ez egy törpegalaxis, és az M110, ami szintén az Andromédáról készült képeken, elég gyakran föltűnik ami szintén egy ilyen elliptikus törpe galaxis. És zárásképpen akkor visszatérnék az Andromédára, és egy ilyen videót hoztam, ahol szépen bele zoomolunk az Androméda galaxisba. Nagyon drámai aláfestő zene is van, ahogy közeledünk hozzá. így már egyre több és több részlet előtűnik. Spirálkarok. Az Androméda galaxisnak a csillaga is előtűnnek. Itt a nagy fényes csillagok azok az előtérben lévő csillagok a tejútrendszerből, és a sok pici, ott a háttérben, ami hát egy kicsit összemosódik, de most már azért egyre jobban látodik, azok az Androméda galaxisban lévő csillagok. Úgyhogy ennyire közel tudunk kerülni az Androméda galaxishoz. És hát ezzel akkor szeretném megköszönni a figyelmet a előadáshoz. <laughs>